Halangornak, Tisza nagyfaluban. Innen indul a túránk. Üdvözlök mindenkit! Az ég mindjárt leszakad, megázunk mindjárt, de mi megyünk arra keletnek, megyünk ki az eső alól. Üdvözlök mindenkit! Ma 2024. június 2-a van, 10 óra 38 perc. Egy bogár a számba ment. Le is nyeltem, ha minden igaz. Most hagytuk el Tiszanagyfalut, itt vagyunk Tokaj környékén, Tokajhoz nem messze. Tiszanagyfalut parkoltunk le. Keleti irányba indulunk. Megkeressük a Tokaj-Nyíregyháza kerékpárutat, azon fogunk haladni Nyíregyháza felé egy darabig, majd éjszaknak fordulunk Gába-Vencsellő felé. Eprezzünk egy kicsit út közben, még most indultunk el, már meg is álltunk. Gyere, itt is van. Nézed? Jó nagy szeműek. Ó, jó nagy eperfa ez. Na, itt hamarosan rácsatlakozunk a Nyíregyháza Tokaj kerékpárútra, és Nyíregyháza irányába megyünk. Ezen megyünk egy darabig, egy pár kilométert. Hétvégi forgalom, mennek Tokaj felé az emberek. Mennek borozni. Mi meg elfele jövünk Tokajtól. Most egyelőre elfele jövünk egy darabig. Hát egy olyan 10 kilométer. Igen, van vízállás, errefele is volt eső. Flakonok úszkálnak a vizen. A virányos kis település részen vagyunk. Ezen tekerünk most át. Bár a bokroktól most nem látszanak házak, de vannak itt bent egy jobbra tőlem, a balra is. Például itt balra. Azt mondja, visszavárjuk tábla, ami kicsit megbicsaklott már. Hát a felhők azért vonulnak szépen itt felettünk, de reméljük nem állnak össze esőfelhővé. Virágmező. A jobbra varjúlapos, nagy cserkesz, mi majd éjszak felé fordulunk. Balra. Na itt megyünk majd át balra, ott szembe. Ott megyünk át, oda megyünk balra majd. Na, átvergődtünk, és akkor most ilyen alsó rendű út, teljesen ilyen, nem is tudom, számozatlan úton megyünk, nem tudom milyen számozása van ennek az útnak. Gába-Vencsellő a cél. Az út minősége milyen lesz, ez kérdéses. Jaj! Itt is van egy eladó. Rendben van. Ez mi rendben? Vízműtelep. A kis vadregényes út. Nem baj, de aszfaltozott legalább. Víztócsák itt-ott, megint következik egy víztócsa, egy kisebb, vagy nagyobb. Wow. Na, ilyen tócsák vannak. Balra a Tokajhegy, a nagy kopasz.
látszik. Mi pedig északi irányba haladunk, Gáva Vencsellő irányába. Ajjaj, valamit csinálnak. Működik minden fasz, minden jó. A kamera leesett. Majdnem baleset történt, a kamera leesett, de a akkumulátor kivé. Az asszony észnél volt. Az asszony észnél volt is. Nem ment el rajta. A kerékpáros jól elment már. Nem is látszik. Beindult. Mi meg itt szép óvatosan araszolgatunk. Útszélesítés lesz itt. Azért majd kimarva az út mellett. Az úthenger már készen létbe áll. Itt egész jó az út. Hú, milyen illat, érzed? Hú, mi volt ez? Most szembeszélvel megyünk. Igen. Ott esik a meső. Á, ott csak felhő van. Ott szalanyúszik a... ott a sorja köz. Annyi diófa az út mellett. Jön másik autó. Jó, hadd jöjjön. Érkeztünk Gáva Vencsellőre. Hát Vencsellő és Gáva településekből egyesült. Mikor is? 1971-ben. És többek között itt született Kozák András színész. Igen. Honnan tudod? Na, nem tudom ki. Jaj, hogy tudod ki? Aztán, hogy tudod, hogy itt született. Azt is tudom, hogy itt született, csak nem akartam elvárni. Ja? Gáva Vencsellőn kóvájgunk itt, Szent László utcában. Lónyai főcsatorna, miért valami zsilipje? Innen már megy tovább arra, lassan befolyik a Tiszába. A Tiszából. Érdekes egy építmény ez is. Most megyünk, keressük a Dezsőfi kastélyt. Itt ment a kis vasút, itt haladt valamikor. Hát csak sváb ház. Helytörténeti gyűjtemény. Schwabliget közösségi ház. Wow. Wow, erre. Te ki vagy? Wow. Itt vagyunk a kastélynál, Dezsőfi kastélynál. Hát, nyitva a kapu. Nyitva van itt. Kamerával megfigyelt terület. Wow. Hát eléggé kár érte. A tető pedig az még viszonylag itt javítva van. Hát eléggé kár érte, igen. Tavi rózsa virágzik. Wow. Fékák ugrándolnak befele. Hát ott valószínűleg valami volt valami rendezvény. Valamikor,
csináltak. Ja, lehet akkor öltözőnek használják, vagy valami. De nézzük a parkja is, milyen szép lenne. Itt rendben lehetne tenni a parkját. Hát szép lenne. Tényleg egy pénz, kinek is pénzt kéne belepumpálni. A kastély az ilyen állapotban van, eléggé elhanyagolt. Hát elég sok pénzt kéne ebből lelapátolni, hogy újra szép állapotban legyen. Hát pedig megérné felújítani. Kiadják ugye a területet. Ja. Na, elhagyjuk ezt a kastélykertet. Igen. Jobbra még a kastély parkja. Látható, balra pedig a temető. János tó, hajók, kikötő, étterem és panzió. Wow. Kikötő és panzió. Jó napot! Ah, csacsika is van itt. Itt legel a csacsi. Itt egy kiszuperált busz, kiszuperált hajó. Egy eléggé lerobbant, lepukkant állapotban levő hajó. Érkezünk Balsára. Hopp, 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 hopp. Visszafordulunk. Na, ezt az utat elnéztem. Picit túlmentünk rajta, vissza kellett fordulni. Na, de most már irányba vagyunk, úgy sejtem. Remélem. Ott megy a kompár fele. Na, itt a Tisza. Wow. Itt egy kis gumiból kirakva a lépcső. Újra hasznosítás. Tessék? Újra hasznosítás. Igen, újra hasznosítás beindult. Rá van haszna, igen. Wow, de jó, itt a Tisza. Jó néz ki. De fasza. Ott szembe is, ott már mindjárt komp átért. Most mi van a műzőn? Következő település. Balsai Tisza híd. Egy vasúti közúti híd volt, amely Balsa község mellett Nyírvidéki és Bodrog közi kisvasutakat kötötte össze hazánk egyetlen kisvasúti Tisza hídjaként. Ez egy kisvasúti Tisza híd volt ráadásul, meg a fotók róla. Uh-huh. Ez a pillérje, ez volt a pillérje. Igen. És az ilyen közúti meg volt egyszer egy híd. A túlmegyőt meg van egy épület, tehát nem lesz a látom. Emléktábla Gróf Csáki Károly. Koszorúzás. Emléktábla. Ide van egy modern épület építve a híd pillérje mellé, de ez is elhagyott.
elhagyottnak tűnik. Ami kerékpározni jó. Felirattal. Hát ez sem üzemel, úgy látom. Wow, itt le lehetne menni a Tiszához közvetlen ez a pár lépcsőfokon. Ott a Tisza vize van már. Túladat nem látok pillért, ott valószínűleg is bontották, valamire felrobbantották. Csak ez a rész maradt meg. Majd a kikötő mögöttünk. És megyünk be a faluba. Be a faluba, balsa. Mi jövünk itt ehhez a vörös templomhoz, aminek a helyén volt egy templom korábban, a háborúban szétlőtték. Tornya leomlott, harangja leesett, széttört. Hát ráférne már erre is egy kis renoválás. De látszik, ilyen modernkori, 50-es években épült ez a templom. Szóval ez a híres balsai református templom, amit egy pap tervezett. Micsoda rajzban ott a posta falán, egy festmény. Balsa. Balsa, szűr. Székelykapu. Tiszta szívvel. Ó, de jó. Jó, csak itt is van valami festmény a falon. Jó. Ez valami kerékpárút, mert kerékpára behajta egy tilos tábla van előttem. Na, nézzük. Nem tudom, hogy a tábla, de azért kerékpároznak, hogy szembe jön kerékpár, két kerékpáros. Valószínű a kerékpáros út minősége miatt inkább az országúton kerekeznek. Jó napot! Ez lenne a kerékpárút! Hát... elég hepehupás ez az út. Ez a kerékpárút sem most készülhetett. Erre is ráférne egy tatarozás, felújítás. Ó, mi van itt? Eperfa. Ó, nézed csak! Hát ilyen helyen kéne kerékpároznunk, ilyen kerékpárút, így néz ki. Tessék, az útról meg ki vagyunk tiltva. Akkor hol menjünk? Szerintem igen. Na. Tehát, bocsánat. A franc essen bele. Na, ennyi. Na.
és technikai szünet után úgy elindultunk. Nézzük, milyen lesz az út. Itt is állt a víz valamikor, de már most ez kiszáradt, ez a kis mélyedés. Most megyünk föl. És emelkedő. Megyünk fölfele. Kaptatunk. Hogy? Hullámvasútozunk, igen. A közút haladtunk. Meg följöttünk egy ilyen kis domboldalba, följöttünk. Most megint le. A leszállóágba megyünk megint. Na, érkezünk Szabolcsba. Hát kell kelnünk a másik oldalba. Igen, igen, észrevettem. De itt se jobb. Nagy az itt. Bassza meg, vigyázzál, nagyon vigyázzál. Na, itt egy menedékház, látod? Rétközi kerékpárút, tábla. Hát nincs a legjobb állapotban. Nem nagyon kéne reklámozni. Bár reklámozzuk, mert jöjjenek erre az emberek, biciklizzenek. Főút mellől elfordultunk jobbra. Ilyen kijelölt kerékpáros sáv van az úton. Ezen haladunk. Keresünk egy várat. Igen, egy földvárat keresünk. Ó, telefonfülke. Hú, de régen láttam már telefonfülkét. Ó, hol vagyunk? Wow. Arra valahol. De jó. Igen. Hát egy mozgó büfé. Na, nézzünk ezt az épületet, mi lenne ez, egy felújított épület, de nincs ráírva semmi, jó, szépen, rendben van hozva. Milyen jó kis épület ez itt. Kis park, igényes park. Rendezvénysátor, ami nem kicsi. Nimród, kávavencselő vadászháza. Nagyon jó. Jó. Itt vagyunk Szabolcsban. Főnevezetesség a 950 körül emelt szabolcsi földvár, amit mögöttem van valahol. Itt pedig a református templom kertjében vagyunk. Történelmi emlékhely, Szabolcsi földvár és templom. Református templom. Na, itt vagyunk a földvárnál, a földvár bejáratánál. Kopjafák. Egy vitéz. Mit ír ez a tábla? Szabolcs vezér, 896. Itt van Szabolcs vezér. Na, most bejövök a földvár belsejébe. Wow! Jó, érdekes, egy nagy katlan,
Ennyi, itt körbe. Nem lehetett kicsi ez a földvár. Na, megyek a kilátóba, fölnézek, fölballagok. Nézzünk föl akkor. Az orgalambokkor már teljesen benövi a lépcsőt. Wow! Nagyon jó a kilátás. Előttem a földvár. Háttérben a Zempléni hegység. Itt pedig egy kilátópont. Wow! Alattunk itt a város, vagy falu, vagy település, minek nevezzem. Szerintem nem város. Ott a templom, az előbb ott voltunk. Itt pedig a földvár. Körbe. Szabolcs honfoglaló vezér, szemnek nevezett László király emlékéül emelte Szabolcs vármegye községe 1896. 896, 1896. Na, szeretnél bemenni? A Murányi kúriában voltunk, nagyon jó kis, kaptunk kis tárlatvetést is. Rendben van a kúria. Itt egy panzió is van, nézed már. Nézed. Még ugyan. Kis pofás panzió. Na, Szabolcsot elhagytuk. Haladunk Timár felé. Üdvözöljük Tímáron! Na, megérkeztünk a következő településre, Tímár településre. És itt megyünk, szintén a kerékpárúton, ami nem valami fényes, továbbra sem. Tímár főtere, vagyis nevezzük annak, ami templom, torony nélküli templom. Ott van a harang szerkezet. Wow. Le.
mesélj valamit, milyen volt. Önmagáért beszél. Így elfogyott minden. Itt voltunk. És itt megyünk fölfele. Na mennyi előtt a madlásom, hogy nézd. A rá tolórá segítőt kapcsolod be. Éj, mit tudom én. Alul van valami. Nekem a plusszal kell nyomni. A plusz kell nyomni, meg a alul van egy gomb. Hát neked nincs olyan van. Nem látok rajta. Nekem rá segít, érzem, hogy megy felfele. Nem kell tolni a biciklit. Na, na, na. Ú, megállt. Na. Én is. Menjetek, menjünk föl, gyerekek, mert... Húha. Jó meredek ez a... Hát kaptató. Akkor... Nem mondom, ha itt lemegyünk. Megeszem a fejem, ha én megállok. Megállt, na. Jaj, megindul. Nem bírok menni utána, nagyon gyorsan megy. Jól laktunk. Ettünk halacskát. Jaj. Igen, csak laktató volt. Most telehassal megyünk vissza a kocsihoz. Amíg vagy 12 kilométer talán vissza. Már valahogy kibírjuk. Na, hát hova megyünk? Bizony, ügyes vagy, fél. Köszönöm, köszönöm. Rakamaz a következő településünk. Ezen csak átrobogunk. Rakamaz, rakamazi focipályát jobbra. Hát vagyunk Rakamazon. Rakamaz. Át kéne menni. Gyere! Gyere, gyere, gyere! Köszi. Tiszalok. Jobbra, arrafele fogunk menni majd. Na, megérkeztünk Tiszanagyfaluba. Itt parkoltunk le a főtéren. Megkeressük a kocsit is. Bepakolunk, aztán irány haza. Községháza. Na itt parkolunk valahol. Jobbra. Ó, szökőkút is van itt. Még reggel nem működött. Na, a kocsi megvan, úgy látom.